Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent elvtársakat, budapestiek, vidékieket, a Magyar Munkáspárt elnökségének a nevében a mai rendezvényünket megnyitom. Mai rendezvényünk egy kicsit más lesz, mint az eddigiek, de azt majd menet közben mindenki meg fogja hallani, csak figyeljetek oda, hogy változások lesznek itt a programban. A mai az is változás, hogy nem hozzászólóval kezdjük, hanem egy olyan megemlékezéssel, amelyik Kátár Jánosnak a útját, életútját fogja röviden ismertetni. Ugyanis rájöttünk arra, hogy azért sokan vannak itt fiatalok, akik nagyon keveset tudnak Kádár Jánosról, talán a szocializmusról többet, de még arról se igazán, úgyhogy ilyen rendhagyó módon most egy kicsi ismertetéssel fogjuk kezdeni. Aki pedig ezt megteszi, Dörmer Vilmos, az újpesti pártszervezet vezetője. Idézzük fel Kádár János életútjának fontosabb állomásait. 1912. május 26-án született Fiuméban. 1931-ben csatlakozott a kommunista mozgalomhoz. 1943-44-ben gyakorlatilag a Magyar Kommunista Párt vezetője. 1945 után részt vesz a munkásparaszt hatalom megteremtésében. Számos tisztséget tölt be, Budapest rendőrfőkapitánya, belügyminiszter, a Magyar Dolgozók Pártjának egyik vezetője. 1951-54 között a törvénytelenségek áldozataként börtönben ül. 1954-től az MDP 13. kerületi, majd Pest megyei első titkára. 1956-1988 között a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, majd főtitkára. 1988 májusától haláláig az MSZMP elnöke. 1956-58, majd 1961-65 között Magyarország miniszterelnöke. 1989. július 6-án hunyt el. Tisztelt emlékezők, tisztelt barátaink, kedves elvtársak! Engedjék meg, hogy elmondjak néhány személyes élményt. Kádár János a magyar hajó- és darugyárba jött üzemlátogatásra. Ez amúgy a korszakban általános gyakorlat volt. Engem az aznapi mérnöki feladatom a Sólya térhez kötött. Senki nem szólt, hogy az öreg, ahogy akkor tájt egymás közt neveztük, a gyárba jön. Nem volt extra takarítás, söprögetés az udvaron, nem kaptam új köpenyt, a hegesztők se húztak új bakancsot. A vendég az igazgató kíséretében jött. Kádár János megkérdezte a dirit, hol képzik a speciális tudást igénylő mérnököket. Az igazgató rám nézett és válaszolt. Itt áll előttünk egy Leningrádban végzett mérnök. Kádár János felém fordult, hozzám lépett, köszönt és megkérdezte, hogy van. Én mondom, jól. Akkor rendben van, mondotta ő, és elköszönt. Én meg percekig csak azon merektem, hogy az amúgy veszélyes terepnek számító Sólyatéren láttam Kádár Jánost. Angyalföldi barátaim mesélték, hogy minden május 1-e előtt volt kerületlátogatás, ennek mindig volt egy-egy kiemelt eleme. Alkalmanként a Kender és Juta gyár embert próbáló munkát végző szövőnőinek tisztelgett, felidézve azt, hogy anno az illegalitás éveiben innen indultak május 1-én tüntetni. Volt, hogy az irodagépipari vállalatnál az IGV-nél idézte fel korábban ott töltött munkás éveit. Az igazi nagy emberi mi volta az Angyalföldi Pártbizottságon tett látogatásainál mutatkozott meg. A Váci úti PB-n a mindenkori első titkár köszöntését követően a portásokhoz ment be. A kerületi első titkár csak feszengett mellette. Ezt követően se az emeleti tanásterem volt az útirány, számára fontos volt a kisbizottságon átsétálva Rendnek nénihez, a telefonközpont kezelőjéhez beköszönni. Rendnek elvtársnő férjével annó együtt küzdött egy jobb világért. Ez a köszöntés mindig az egyszerű, de nagyszerű hős elődöknek is szólt.
Kevesen tudják, de az angyalföldi kommunisták sokat morogtak Kádárnak. Miért Csepelen, Kőbányán, Kispesten építik ütemesen a lakásokat, és miért nem a választókerületében? Kádár János soha nem engedett a szirén hangoknak. Az utolsó átfogó panelprogram telepítése lett a Gyöngyösi úti lakótelep. Emberi nagyságát jelzi, semmilyen jogtalan előnyt nem tudott megengedni, elviselni. Hívó szavára tízezrek jöttek, és hallgatták a lángépgyár vagy a MÁV északi járműjavító nagycsarnokába. Huncut mosolya sokak szimpátiáját kiváltotta. Végezetül el kell mondanom, hogy Kádár János emberi mivoltában még a liberális értelmiség is tisztelte. A napokban Mészáros Márta filmrendező jegyezte meg, Kádár Jánosék jártak színházba, igényesen olvastak, ismerték a hazai művészvilág alkotásait. Közismert volt róla, hogy jó színvonalon sakkozott. Sokszor csendesen, szinte észrevétlenül Gáspár Sándor barátjával érkezett a Fáy utcai vasas meccsre. Szorított a csapatért. Egyszerű drukkerként jött, és úgy is ment el. Ott a Fáy utcában egy volt a nézők között, mint ahogy mi is éreztük, ő egy közülünk. Köszönöm figyelmüket! Ugyanis nagyon sokan hitték el a magyarországi okfejtőknek, hogy Kádár az anyagi biztonság és a mindenki által élvezhető, noha korlátozott jólét miatt szavaztak azok, akik Kádár Jánost tartották a legnépszerűbb magyar népvezérnek. Kádár idején is rend volt. Igaz, kommunista rend, ami, mint kiderült, az emberek nagy részének fontosabb volt, mint a mai szabadság, vagy idézőjelbe tett szabadság. Miközben a véleményformálók hazudnak, és nem akarják bevallani Kádár nosztalgia valódi okát. És azt a nagy titkot sem, hogy a jólét és a rend nem zárják ki egymást. Lehet, hogy ez a jövő titka? Kedves elvtársak, tisztelt jelenlévők, ünneplők, barátaim! Köszöntelek titeket, a munkáspárt tagjait, barátainkat, és mindenki, aki számára Kádár János és a szocializmus emléke fontos. Ha este hazamentek, akkor ne keressétek a televízióban a mai rendezvényt, nagy valószínűséggel nem lesz benne. Azon se háborodjatok fel, hogyha nem fognak bennünket és benneteket dicsérni, sőt, mi több, el fognak benneteket marasztalni. A televíziók ebben a mai világban nem a fiatal, lelkes arcokat keresik, hanem idős, megfáradt embereket próbálnak bemutatni, őket próbálják nevetségessé tenni. Én nem értem az ilyen embereket, hiszen elfeledkeznek az elemi udvariasságról, és elfeledkeznek arról, hogy nekik is vannak szüleik. Ne törődjetek velük, ez egy ilyen világ. Tisztességtelen, mocskos, becstelen és embertelen. De ebben a világban ti vagytok a legbecsületesebbek, a legbátrabbak és a legerősebbek. Becsületesek vagytok, hiszen mögöttetek egy tisztességes életút van. Egy életút, amelyre büszkék lehettek ti, és amire büszkék vagyunk mi. Bátrak vagytok, mert igent mondtok arra, amire mindenki ebben az országban nemet mond. Erősek vagytok, mert van egy álmotok egy jobb világról, amelyért érdemes élni, harcolni, küzdeni, sőt, mi több áldozatot vállalni. Köszönöm nektek, hogy ilyenek vagytok, köszönöm nektek, hogy itt vagytok velünk, és kívánom, hogy még nagyon sokáig együtt küzdjünk. Kedves elvtársak, 3 évtizede vállaltuk, hogy megőrizzük Kádár János örökségét. A vállalásunkat teljesítettük. Életben tartottuk a szocializmus eszméjét. Kimondtuk azt, amit sok ember nem mond ki. Vagy talán lehet, hogy ma már otthon, amikor senki se látja és senki se hallja, titokban kimondja,
Kimondja úgy, hogy a külvilág ne hallja. De kimondja, mert maga is így érzi, hogy így van. Kimondja, a szocializmusban a dolgozó embernek jobb sora volt. A vállalásunkat ma is teljesítjük, és teljesíteni fogjuk a jövőben is. És nem számít, hogy mindenki hazudik, hiszen hazudik a média, hazudnak a pártok, hazudik maga az iskola is. Mi ennek ellenére küzdünk, és ezt a feladatunkat teljesítjük. És tegyünk is eltársak a dolgunkat büszkén és bátran, ugyanis mi őrizzük a szocializmus kincseit. Mi szembesítjük a közösségi társadalom értékeit a mai rabló, tőkés, kapitalista társadalom rideg valóságával. És nem túlzás azt mondani, ma Magyarországon mi vagyunk a szocializmus. Harminc éve olyan világban élünk, amit a pénz és a profit hajt. A rendszerváltás a mélybe taszította a magyar gazdaságot, sőt, az országot. A magyar gazdaság veszteségei nagyobbak voltak, mint amit a II. Világháborúban elszenvedtünk. Ez kár tagadni, ez tény, ez igaz. De a tőke felépített egy új országot, egy új világot. Autópályák hálózzák be az országot, számítógépet használunk, internetet, okostelefont. Ezer számra épülnek házak, sőt paloták. Szupermarketekben és plázákban vásárolunk. Ezt is kár lenne tagadni, ez is igaz. De igaz az is, barátaim, hogy ezt a világot nem nekünk találták ki, ezt a világot nem nekünk építik. A tőkének hoz hasznot, a tőkének hoz profitot, a cél az ő meggazdagodásuk. Az autópályának persze örülünk, mert kényelmesen utazunk rajta, de nem feledhetjük, hogy a külföldi monopóliumok gépkocsijai, kamionjai ezer számmal járnak ezeken az utakon, tönkretéve az utat, tönkretéve a környezetet, és kárt okozva, megkeserítve nagyon sok ember életét. Örülünk a modern kereskedelemnek, hiszen kényelmesek ezek a boltok, de észre se veszük, hogy rabokká válunk, a fogyasztás rabjaivá. Szinte önként adjuk oda örömmel a pénzünket a multinacionális vállalatoknak, és még örülünk is neki, pedig tudnunk kellene, hogy minden forintunkkal nem mi, hanem a tőkések lesznek gazdagabbak. Új házak, lakóparkok épülnek, ezek szépek, de nem mi lakunk bennük. Ezeket nem nekünk csinálták. A gazdagoknak, az új középosztálynak épültek. És a tőke profit vágya itt sem ismer határokat. Most Budapesten már azt tervezik, hogy felhőkarcolókkal árasztják el a várost, tönkretéve a fővárost is, tönkretéve a környezetünket, de megkeserítve a mi lelkünket is. Megpróbálják elhitetni velünk, hogy az a világ, amiben élünk, az a legjobb. Ez vágyaink ne továbbja, ennél jobbat elképzelni se lehet. Szólásszabadságban mondják nekünk, pofázhatunk bárhol. És még megkérdezik, a szocializmusban lehetett a szocializmus szidni? Ma lehet a szocializmus szidni, nem viszel a rendőr. Lehet a kapitalizmus szidni? Lehet a kapitalizmust is szidni, csak ha szidod a kapitalizmust, akkor a média elzár téged a világtól, és nem mutat beleled semmit sem. Jogaid vannak, mondják, jogállamban élsz. Mi meg azt mondjuk, igen, de a szocializmusban is voltak jogaink. Visszakérdeznek, milyen joga? Joga munkához, joga lakhatáshoz, joga pihenéshez, joga tanuláshoz, joga az egészségügyhöz. Mindez nem kell. Ma más van, ma szabad ember vagy. Menjél dolgozni, ha felvesznek, keressél. Ha nem vesznek fel, még mindig mehetsz közmunkásnak, vagy elmehetsz külföldre. Lakás, hát szabad ember vagy. Vegyél magadnak lakást, menj a piacra, vásárold meg, ha van pénzed. Ha meg nincs pénzed, magadra vess. Mi köze az államnak ahhoz, hogy te hol laksz, hogy van-e lakásod? Egészségi? Hát szabad ember vagy. Mehetsz a magánegészségügybe, mert ilyen is van, meg mehetsz az állami egészségügybe is.
Szolidaritás? Egymás segítése? Minek? Hát ez a világ nem erről szól. Én akarok boldogulni, a többiek meg nem számítanak. Érvényesüljön az erős, a gyenge meg pusztuljon. A pénz, a vagyon számít, nem az ember, nem a tudás. Ilyen világban élünk, barátaim. Ilyen világban, aminek a neve kapitalizmus. Megpróbálják elhitetni velünk, hogy ez az egyetlen út. Lehetnek más utak, mondják, de minden más út az rossz, vagy talán bűnös is. Eközben egyre több dolgozó ember érzi, hogy valami itt nem stimmel. Mert lehet emelni a minimálbéreket minden évben, akárhogyan. De ha az áremeléssel elviszik a béremelést, mit érsz vele? Lehet többet adni a családoknak, sokkal többet adni a sokgyermekes családoknak. De mit érsz vele, ha a gazdag ember gyerekével úgysem tudsz versenyezni, mert ő előnnyel indul? A kapitalizmus jó lehet egyeseknek, sőt, talán még sokaknak is jó lehet. De egészen biztos, hogy nem jó mindenkinek, sőt, még a többségnek se lehet jó. Egyre több értelmiség is beszél arról, hogy zsákutcában vagyunk. A kapitalizmus ösztönzi a fejlődést, ez igaz. De egyben pusztít is. Pusztít, mert öncélúvá válik. Mert mire adnak pénzt? Arra adnak pénzt, ami a tőkének hasznot húz. Mire nem adnak pénzt? Nem adnak pénzt arra, amire nekünk szükségünk van, ami a mi boldogulásunkat, a mi fejlődésünket segítené. A szemünk láttára zajlik a tőkés Európa szenvedése. A kapitalizmus válságban van, bármennyire is igyekeznek ezt eltitkolni előttünk. Az európai politikusok pánikban vannak. De nehogy azt higgyétek, hogy értetek, értünk, a mi jövőnkért aggódnak. Nem. A saját boldogulásukért, a saját fennmaradásukért, a saját hatalmukért aggódnak. Mert ők tudják, Európa minden bajának forrása éppen a kapitalizmus. Mert lehet ezt ilyen-olyan receptekkel kezelni, megoldásokat találni, de megoldást, végső megoldást, gyógyulást nem lehet a problémákra találni. Most előrántották az ősi receptet. Fegyverkezzünk, fejlesszük a hadipart. Ha már nincs régi ellenség, keressünk újat. Itt van Oroszország, itt van Kína, fegyverkezzünk ellenük. Költsük a GDP legalább 2%-át fegyverekre. A magyar kormány sajnálatosan beszáll ebbe a játékba. Fegyverkezünk, pedig a pénznek helye lenne másutt is. Mondjuk költhetnénk kutatásfejlesztésre, oktatásra, vagy ad abszurdum, az egészségügyre, a kórházakra, az emberekre. Erős hadsereget akar a mostani kormány, új fegyvereket. A héten büszkén jelentették be, hogy létrejön egy közép-európai hadosztályparancsnokság Németország támogatásával. Hát mindenki megőrült ebbe az országba. Hát senki sem emlékszik a történelemre. Hát senki sem emlékszik arra, hogy mi a németek oldalán még soha nem nyertünk, még soha a sorsunk nem fordult jobbra, ha melléjük álltunk. A tőke félelmében megtette Európában azt, amitől csodát remélt. Ő nem akarta, de csodát remélt tőle. Ráengedte Európára a menekülteket. Olcsó munkaerőt akart, de nem csak azt. Jöjjenek a menekültek, mondták. Ássuk alá Európa jogrendjét. Tüntessük el a határokat. Váljon minden instabillá. Megkérdőjelezhetővé. Jöjjön az iszlám. Törjük meg Európa népeinek egykori hagyományos hitét. Osszuk meg a baloldali mozgalmakat. Hát ne a kapitalizmusról vitatkozzanak, hanem vitatkozzanak arról, hogy kellenek-e migránsok, vagy nem kellene. Hogy együtt jár a terrorizmussal. Na és? Jöjjön a terrorizmus is. A tőkének nem a terrorista az ellensége, hanem ti vagytok az ellenségei, mi vagyunk az ellenségei. A dolgozó ember jelenti a tőke ellenségét.
De akárhogy is igyekezett a tőke csodaszert találni, a migrációval nem oldotta meg a kapitalizmus válságát. Mi több? Növelte a káoszt, a bizonytalanságot, az űrzavart. Az Európai Unió múlt heti intézkedései legfeljebb arra jók, hogy a lázat csillapítják, de nem semmiképpen nem oldják meg, nem gyógyítják a betegséget. Igen, az európai kultúrát, az európai értékeket meg kell védeni. Európát nem szabad megfosztani hagyományos vallásaitól. De a vallás támogatása önmagában nem megoldás a kapitalizmus bajaival szembe, és a válságot sem oldja meg, és nem is oldhatja meg, hiszen semmilyen vallás nem változtatja meg a tőke, a kapitalizmus lényegét. Barátaim! Kádár János történelmi küldetése a szocializmus gyakorlati megépítése volt. Tette ezt a legjobb tudásával, és azzal a meggyőződéssel, életfilozófiával, hogy a szocializmus jó a dolgozó embernek. Úttörő volt. És mint minden úttörő, mint mindenki, aki új utakon indul el, ő is követett el hibákat. De egészen biztos, hogy két dolgot bebizonyított. A szocializmust meg lehet csinálni, és a szocializmust lehet jól is csinálni. De nekünk is van eltársadt történelmi küldetésünk. A mi történelmi küldetésünk az, hogy megmutassuk az embereknek, nem kell együtt elpusztulnunk a kapitalizmussal. Van kiút ebből a mai világból. A megoldás pedig a pénz, a tőke, a profit uralmának megszüntetése. Mert ha nem az számít, hogy mi jó a tőkének, mi jó a pénznek, ha az fog számítani, hogy mi jó az embereknek, ha ennek szellemében fogunk építeni, termelni, gyarapítani, akkor megoldjuk az ország, Európa és a világ gondjait. A kapitalizmus óriási gazdagságot teremtett. A technika és a tudomány fantasztikus magaslatokra visz bennünket. De el is pusztíthat mindent. A mi dolgunk nem az, hogy elpusztítsuk azt, amit a kapitalizmus megteremtett. A mi dolgunk az, hogy megőrizzük. De megőrizni csak úgy tudjuk, ha olyan társadalmat teremtünk, amely más elvek alapján működik. Mert ha maradnak a régi elvek, ha marad a pénz, ha marad a tőke uralma, elvesztük. Talán nem ma, talán nem is holnap, de biztos, hogy elveszünk. Ha megmutatjuk az új elveket, ha meggyőzzük az embereket, hogy ez a kiút a kapitalizmus bajaiból, ha magunk mellé állítjuk őket, akkor nyerünk. Lehet, hogy nem ma, lehet, hogy nem holnap, de egészen biztosan nyerünk. Az új gondolkodás, a paradigmaváltás, egy új világ felvázolása, higgyétek el, nem eleve elvetélt kísérlet. Ez egy nagy, közös történelmi feladat, amely a jövő ígéretét hordozza magában. Kedves eltársak! Pártunkat Kádár Jánostól kaptuk örökségbe. Jól gazdálkodtunk ezzel az örökséggel. Ragaszkodtunk az elveihez, kiálltunk a dolgozó ember mellett, következetesen nem csapódtunk egyetlen tőkés párthoz sem, bár mindig nagy volt rá a kísértés. Megőriztük értékeinket, hagyományainkat, de újítottunk is. Megtanultuk a harc mai új módszereit. És ezért élünk ma, ezért tudunk ma élni. Mi bátran nézhetünk az emberek szemébe, nincs mit szégyenkeznünk. Mi sokat tettünk az emberekért. Lehet, hogy nem annyit, amennyit elvártak tőlünk. Lehet, hogy nem annyit, amennyit akartunk, de mindenképpen sokat. Kimentünk az utcára és tiltakoztunk. Harcoltunk a szegénység ellen, a csapnivaló egészségügy ellen, a piszkos és rossz vonatok ellen. Mentünk a devizakárosultakhoz. Ott voltunk, amikor embereket akartak kilapoltatni. Tiltakoztunk a NATO és a háború ellen. Megkérdezheti bárki, volt ennek értelme? Hiszen a NATO tagjai vagyunk, az
EU-ban vagyunk. A lakásokból továbbra is kilakoltatnak, továbbra is kapitalizmus van. Én azt mondom, volt értelme. Mert mikor emelték volna fel a kormányok a minimálbért, hogyha mi nem beszélünk róla, ha mi nem követeljük? Mert a tőkés kormányok csak az erőre hallgatnak, de néha azért odafigyelnek az emberek szavára is. De nekünk kell, a mi feladatunk, a mi kötelességünk az emberek hangját felerősíteni. És ezt mi megtettük. A harcnak még persze nincs vége. Most új világ jön. Túl vagyunk a választásokon. De ne reménykedjetek. Most fogjuk megfizetni mindazt, amit kaptunk az elmúlt esztendőkben. Választás után mindjárt kaptuk az első pofont, emelték a benzinárát, és egy sor más dolognak az árát. Persze ez a pofon még nem akkora, hogy a többség kimenjen az utcára, de már elég nagy ahhoz, hogy azért tudják az emberek, hogy az első pofon után jön majd a második is, a harmadik is, meg a negyedik is. Én azt üzenem Magyarország minden dolgozójának, a magyar társadalom minden tagjának, önmagunknak. Emberek, jó reggelt kívánok! Ébredjünk! Ha elviseljük és elfelejtjük az első pofont, akkor jön a következő is. Úgyhogy szedjük össze magunkat, küzdjünk és harcoljunk. Van-e értelme ilyen helyzetben harcolni? Van-e értelme harcolni akkor, amikor többségben van a kormány, amikor a dolgozók béréről megegyeznek a szakszervezetek és megegyeznek a munkaadók? Van-e értelme a választáson indulni, amikor a munkáspártra kevesen szavaznak? A válaszom az, igen, van. A tők elleni harc az nincs bennünk, az nem születik velünk, azt meg kell tanulni. És ezt a harcot közösen tanuljuk meg. És meg kell értenünk, ha nem teszünk semmit, ha befogjuk a szánkat, ezért a tőke nem fog bennünket megdicsérni, ezért nem fogunk jutalmat kapni, csak mi lehetünk ennek vesztesei. Rossz a munkatörvénykönyve? Igen, rossz a munkatörvény. Hát akkor tegyünk ellene. Kevesebbet keresünk, mint a német munkás? Igen, kevesebbet keresünk. Akkor pedig tegyünk ellene, és ne adjuk meg magunkat ebben a harcban. 3 évtizede elvtársak vállaltuk, tovább visszük a magyar munkásmozgalom örökségét. Vállaltuk, hogy őrizzük a lángot, vállaltuk, hogy megvédjük a pártot. Vállaltuk, hogy küzdünk, és harcolunk azzal a hittel, hogy a szocializmust győzelemre visszük. Lehet, hogy nem ma. Az is lehet, hogy nem holnap. Lehet, hogy talán unokáink dolga lesz az, de mindenképpen győzelemre visszük. Mit csináljunk ma? Adjuk fel? Vonuljunk vissza? Menjünk a pártházakba, gondoljunk a szocializmusra, sírjuk vissza a régi szép időket. Tegyük el a pártot a későbbiekre. Ezt tanultuk volna elődeinktől. Ezt tanultuk volna a magyar munkásmozgalom mártírjaitól, akik életüket áldozták a szocializmusért. Ezt tanultuk volna Kádár Jánostól, akinek sokkal nehezebb helyzetekben kellett megoldásokat találni. Nem. Ezt várják tőlünk a fiatalok. Nincsenek sokan közöttünk, de itt vannak. És nem azt várják tőlünk, hogy hagyjuk őket magunkra. Úgyhogy a válaszunk csak egy lehet, tovább, előre, a végső győzelemig. Nehézségek, elvtársak, mindig voltak. Ma is vannak nehézségek. És mindig lesznek is. De mi, a munkáspárt, más vagyunk, mint a tőkés pártok. A tőkés osztálynak a pártra semmi más, mint egy választási eszköz. Számunkra a párt nem választási eszköz. Számunkra a párt a mi fegyverünk, a mi hitünk, a mi meggyőződésünk értetője. Úgyhogy, elvtársak, vigyázzunk a pártra, mint szemünk fényére. Ma is, holnap is. Ezt várja tőlünk Kádár János, ezt várja tőlünk a magyar munkásság, a magyar dolgozók. Azoknak, akiké a hatalom, a tőke urainak, a pénz urainak, pedig üzenjük,
betilthatják a vörös csillagot, a sarlókalapácsot, a vörös zászlót, a párt nevét is elvehetik. Elvehetik a választási pénzünket, kizárhatnak bennünket a médiából, de megtörni bennünket, legyőzni bennünket nem fognak. Mi fogunk győzni. Mi fogunk győzni, mert a munkáspárt élt, a munkáspárt él, és a munkáspárt hála nektek, élni fog a jövőben is. Előre áldásáltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.